Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Hello Győr Extra. Talán a dátum kapcsán sejtik, hogy miért lesz különleges mai adásunk, október 23-án a forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk. Első vendégemmel az 56-os évben Győrben történteket idézzük fel. Köszöntöm a stúdióban van a József a Levéltár igazgatóját. Jó estét kívánok! Én is köszöntök mindenkit! Talán kevesen tudják, hogy bizony ez a bizonyos forradalom Debrecenben indult el, ott volt az első tüntetés, és aztán nagyon jól tudjuk, hogy mi minden történt Budapesten, de mi történt Győrben október 23-án? Hát lényegében október 20 majdnem azt mondhatom, hogy még semmi, tehát mi kicsit későn ébredtünk fel. 24-én a, 24 a soproni fiatalok már, akkor ők már ott mozgolódnak, és ez megjelenik a Győr Sopron hírlapban, -hí és emiatt nálunk a 23 az valójában 25 én kezdődik, akkor verik le a vörös csillagot a városházáról, akkor vannak a tüntetések, a megmozdulások is, tehát mi az országos eseményeket kicsit később követjük, de ugyanúgy már az első napon, tehát 25 a börtönleti lövöldözésben három fiatal meghal, és ezt összefüggésbe hozhatjuk a későbbi óvári vérengzésekkel, tehát egy bizottság később megvizsgálja Magyarországon ebben az időszakban, mint egy 66 helyen történt sortűz, és a természetesen összefüggésbe vannak egymással. Ilyen típusú utasításokat adott ki a párt, hogy meg kell védeni minden áron, és hát ezek között a sortűzek között ők azt is fölhasználtak, ahol nincs halálosi sebesült. Ugye ez a Budapesten is, tehát ezek mind a Salgó Tarjánon lezajlanak, és hát Győrbe is viszonylag korán megy egy ilyen szörnyű esemény, és a mi talán azt mondom, a jelentőségünk abban áll, hogy Győrbe viszonylag hamar megalakul a Győri Nemzeti Tanács, majd ezt követőleg a Dunántúli Nemzeti Tanács megalakulása az, ami miatt mi mind a mai napig úgy gondoljuk, hogy Budapest után a másik legfontosabb helyszín az Győr, hiszen egy olyan igazgatási központ meg alakul meg Tila vezetésével, ami hirdeti azt, hogy a Dunántúli volt igazgatja, de számos keleti megye és ide esküszik fel. Később a kádárék azt a, a úgy gondolják, hogy ez mint a Korea kapcsán, tehát ilyen két hatalmi központra alkó Budapest és Győr. Ez nem igaz, hiszen a Szigati Attila vezette, Dolantai Nemzeti Tanács az végig egyeztetett a Nagy Imre kormányjal, viszont a Nagy Imre kormány az Pesti események miatt azt kell, hogy mondjam, hogy többé-kevésbé akadályoztatva volt. És hát egy másik érdekesség az, hogy az akkora laki, egy nem a Kossuth rádiót, hanem a Szabad Győr Petőfi rádiót erősítette. Tehát ez pár nap alatt kialakult egy ilyen furcsa viszonyrendszer, és azt mondhatjuk, hogy ez a pár nap alatt a győri forradalom azt tulajdonképpen győzött. Milyen volt egyébként a közhangulat itt Győrben? Féltek az emberek, vagy, vagy inkább egy remény volt bennük? Hát biztos, hogy volt egy olyan remény, hiszen minden követelésnek a központja az volt, hogy a, a ruszkik haza, tehát a Szovjetunió általi hadsereg, az menjen haza, és gondolták, hogy ha mondjuk egy évvel korábban Ausztriában sikerült az, hogy egy semleges állam létrejön, és a Hörös Hadsereg onnan is kivonult, hiszen a, a Ausztriában a jó részt szintén a orosz hadsereg szállta meg, akkor hát egy másik lendülettel akár Magyarországról is ki lehetne fáradni, és természetesen ilyen jellegű nyilatkozatok történtek, tehát ebben hinni lehetett, vagy hát az utolsó pillanatban, ugye jelentében Nagy -imre később a Magyarország semlegességét. Tehát igenis volt egy bizakodó hangulat, tehát nem mindenki gondolta azt, hogy ezt a forradalmat ezt le fogják verni. Sokáig ugye nem lehetett beszélni erről a forradalomról. Vannak esetleg olyan leírások, amelyekből azért tényleg átfogó képet kaphatnak akár a győriek, akár a környéken élők, hogy mi minden zajlott itt a térségünkben? Én azt mondom, hogy az elmúlt hát, kvázi 25 év alatt olyan jelentőségű munkák jelentek meg, ha csak azt mondjuk a mi levéltárunk is, mint egy hat kötetet jelez. Ebből a Győrnek a 56-os történetét röviden még angolul is kiadtuk, és hát az egész megyére vonatkozóan adtunk ki mindenki által fogyasztható műveket, tehát ezek megjelentek, vagy nagyon jelentősek tartjuk a, a, szintén az 56-os intézetnek a, a kutatásait is. Majdnem azt mondom, hogy én magam is annak a én arra szegődtem, hogy hát kikutatjuk ezeket a dokumentumokat. Ez azt jelentette, hogy minden szállanként át kellett nézni egy megadott szisztéma alapján, és két példányos fénymásodat készítettük, egyiket az 56-os intézetből üttettük, a másikat Györből, és hát ezek lettek az alapjai a később megjelenő köteteknek. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon fontos, hogy Györbe azt is mondhatnám, hogy például a Vagongyári Munkástanács az még 57 májusában is üzemeltet, nagyon vaskos kötetet tudtunk kiadni csak erről a, kvázi forradalmi szervezetről, ami természetesen szintén megtorlások, perek jelentkeztek, hogy itt is adódott fejérkövnek a kiadása, a miénkben éppen színes volt a, a rajta egykori kajárpéci csendőrrel, aki szegényet hát egyen egy ilyen buliszerűen fölvette a korábbi csendőrre, egy bement a kocsmából, mindenki kacagott, aztán hazament, tehát ez egy, nem egy komoly megmozdulás volt, és hát természetesen emiatt Győr kiemelt szerepet kap nem csak a 56 idején, a megtorlások időszakában is katonai bíróság. Közben, tehát a Dunántón tata és másoknak is itt zajlik a pere, vagy például a Mosonmagyaróval események kapcsán is az új vizet Óvári bűnper, azt nem inkább Győrének is, hiszen azokat a személyeket ítélik el halálra, akiket a Dunántói Nemzeti Tanács küldött oda, hogy tájékozódjanak, hogy esetleg csináljanak rendet. Tehát az ő esetük, a miénk az Óvárival maximálisan összefügg. Az előbb említett kutató munka során mi volt ön számára a legmeglepőbb tény, mondjuk, ami kiderült? Volt ilyen? Hát a természetesen óriási mennyiségű anyagot tártunk föl. Voltak például mostanában egy elképesen egy, egy mérnök ember, aki a forradalmi időszakában arra gondolt, hogy minden egyes borosulat, hát, amit meglátott, fölviszi, hazaviszi, és maga is még naplót ír 8 példányba legépelte. Ebből a per mellékletében később elítélték őket. A zsírkrétával később megszámozták, hogy mit gyűjtött össze, és a 146-nál állt meg. Tehát óriási mennyiségű ilyen sajtótermék kelet Kezett, a rádiónál is maradtak fenn anyagok, tehát hangzóanyagok is, vagy azok az anyagok a rádiósok perében, hogy mik hangzottak el a rádión keresztül. Tehát óriási mennyiségű, ismeretlen, földolgozatlan anyag birtokába kerültünk, vagy ugye ezek még a pereknek az anyaga is, hogy bizonyos tekintetben, például az óvári bűnperanyaga minden, még azért nem ért meg a maga teljességébe, mert ennek van a rendszerváltás utáni vízhangja is, hiszen Dudás József ellen utána is indult egy peranyag, és hogy a halála miatt ez már nem zár. Adott le, tehát ezek még mindig vannak olyan dolgok, amiket még fel kéne dolgozni, tehát még napvilágra kéne tárni, de ez egy hatalmas mennyiség. Most ha azt mondjuk, hogy például Magyarországos Levétel kiadta csak a nagy anyagát, annak a hangzó anyagának a véghallgatása az 50 óra nem beszélve a filmfelvételek megtekintését, itt iszonyatos anyag tehát valahol szelektálni kell, ezért mi adtunk olyan műveket is, amit kifejezetten úgy gondolom, hogy közfogyasztásra szántunk, tehát az aikus emberek számára megfelelő típusú információkat, összegyűjtöttük az ide vonatkozó filmdokumentációkat, hiszen a BBC is forgatott, vagy az osztrák filmiradó, van egy Otto Pammer nevű úriember forgatott, Győrben is ő bement a börtönbe, forgatott a, a Győri mátirok temetésénél is, magának a forradalomnak és egy pár perces anyagot készített, tehát vannak ilyen különleges anyagok, amit csak azért nem ismertek Magyarországon, mert ennek úgy mondanám a csúnyás szóval a jogdíjai percenként mint egy 4000 euró. Milyen hatásai voltak mondjuk Győrváros fejlődésére a forradalomnak? nagyon sok gyár működött akkoriban. Így van, tehát az összes gyárnak volt belső rádiója, voltak saját kiadványai a vagongyárnak is, vagy voltak legalább stencilezett típusú hajtóműgyári tanácsnak a kiadványai, követelései, tehát egy, majdnem azt mondom, hogy ez az alul jövő szervezés ez ebben mutatkozott meg, hogy ezek a gyárak többé-kevésbé ilyen módon ezáltal az időszakat önállóvá váltak, és a saját követeiket, küldötteiket beküldték a városházára, és bár a kádári rendszer mert kezdetben nem tudott még jó darabig megkonszolidálni, sőt, még vannak olyan MSMP leíratok és még decemberben is, ahol javasolják, hogy a tanács, a most megalakuló tanácsok soraiba a munkástanács tagjait is fogadják el, delegálhassák őket. Tehát egy hosszú ideig igen, úgynevezett utóvéd has. Ennek az utóvédnek a harcnak a következménye a sajtó megváltozása, hiszen a Kisalföld azon alapon jelent meg legerőször ilyen névvel, amikor a mára a Vörös hadsereg bevonult, ugyanúgy a hazánk is, amit ugye a forradalom sajtójának Leszünk, ez inkább az utóvét harcnak a sajtója, tehát egy rendkívül hosszú elhúzódó szakasz, amikor embereket letartóztattak, de az ügyőség még aznap szabadlábra helyezte, és hát magyarán a megtorlás igazi gépezet azt keményen inkább csak 57 tavaszán indul be, és egy jó három-négy évig ez eltart. és... 62-63-ban vannak olyan típusú tömeges amnestiák, amikor már a Magyarország politikai változása miatt az, hogy az ENSZ is elfogadja, ezeket akkor megteszik, de vannak olyan személyek is, különösen Budapest és környékén, akik csak a 70-es években nyerik el vissza valódi szabadságokat. Ha valaki szeretne mondjuk kicsit jobban kutakodni az 56-os forradalom kapcsán, akkor a levéltárban gondolom megteheti. Így van, hiszen ezek az anyagok, mondtam, fénymásodban rendelkezésükre állnak, és hát rengeteget mi már így napvilágra is hoztunk. Akkor mindenkinek azt ajánlom, hogy induljon a levéltárba, legalább ilyenkor az évfordulókor. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a el meghívásunkat. Az 56-os magyar események híre futótűzként terjedt Európában. Hogy mi volt a forradalom nemzetközi megítélése és hatása, arról beszélgetek Fekete Dáviddal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt elkezdenénk beszélgetni a forradalmi eseményekről, egy picit beszélgessünk arról, hogy hogyan és miként került kapcsolatba egyrészt a magyar történelemmel, hogy részletesen elkezdett vele foglalkozni, és ugye ezekkel a bizonyos nemzetközi szálakkal. Igen, köszöntöm én is a nézőket, hát ez egy kicsit túlzás talán. Mondjuk úgy, hogy ugye nekem a szakmám, amit én az egyetemen végeztem, a nemzetközi tanulmányok mesterszakon végeztem Budapesten a Corvinus Egyetemen, tehát én nemzetközi kapcsolatok elemző vagyok, és éppen ezért nyilvánvalóan a diplomácia történetben, Magyarország külpolitikájában, különösen a 20. századi részekben, hát azokban elég mélyen elmélyedtünk az órákon, elég mélyen elmélyedtünk az egyetemi oktatás alatt. És hát ezért mondhatom azt talán, hogy azért behatóbban tudtam ezeket a részeket tanulmányozni, és ezért nagy megtiszteltetés most ez a felkérés, hogy egy picit az alpolgármesteri szereptől eltérően, nem a város fejlődésével, nem a különböző képviselői munkámmal kapcsolatos kérdésekre tudok válaszolni, hanem valóban a 56-os forradalom nemzetközi megítéléséről és a nemzetközi helyzetről. Ha már 56-os forradalom, és hogyha már ilyen személyes megvilágításba közelítjük meg a dolgokat, akkor esetleg családon belül, Miket meséltek mondjuk szülők, nagyszülők önnek erről az eseményről? Azt gondolom, hogy az 56-os forradalom az épp olyan esemény, mint az első világháború vagy a második világháború Magyarország 20. századi történetében. Tehát nincs olyan család, aki ne lenne érintett valamilyen formában ebben a forradalomban, akár úgy, mint a felkelés résztvevője, akár úgy, mint szemlélője. És hát valóban a családon belül is több történet, meg talán már mondhatjuk azt, hogy legenda kering, és nagyon sok érdekességet hallhattam erről. Talán az egyik meghatározó dolog ez édesapám révén jutott el hozzám hogy tulajdonképpen 56-ban ugye neki a felmenői mesélték, hogy a megérkező szovjet katonák, ők az iparcsatorna környékén, amikor odaértek, akkor azt hitték, hogy a szuézi csatornánál vannak, és tulajdonképpen a szuézi válságban próbálnak meg közreműködni. Tehát ez például pont egy olyan száll, amit ilyen családi elbeszélés alapján tudok. Az, hogy az 56-os forradalomnak az eseményei gyakorlatilag elindultak, az részben köszönhető annak is, hogy 56. júniusában Poznámban, Lengyelországban is egy nagy munkásmozgalom tört ki. Hogyan is lehet ezt a kettőt összehozni? Szorosan gondolom kapcsolódik a magyar-lengyel barátsághoz is. Így van, talán, ha egy picit messzebből indítjuk a beszélgetést, akkor el kell azt mondani, hogy a második világháború után kialakult két szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió, és ez a két szuperhatalom a saját szövetségi rendszereit ugye felépítette, nyugaton a NATO volt a katonai része ennek, keleten pedig a Varsói Szerződés. 53-ban meghal Stalin, és talán ezzel a hidegháború leghidegebb évei elkezdenek lezárulni, hiszen Hruscsov lesz a szovjet kommunista párt főtitkára, aki egyébként 1956 tavaszán a szovjet kommunista párt kongresszusán egy újfajta külpolitikai hozzáállást hirdet meg. Ugye korábban azt mondták, hogy a két tömb közötti katonai összeütközés az elkerülhetetlen, ugye egy őrült fegyverkezési verseny kezdődött, atomhatalom lett mind a két állam és tulajdonképpen ezzel leszámol Csav, és azt mondja, hogy nem kötelező a Szovjetuniónak és az Amerikai Egyesült Államoknak mindenképpen háborúzni, majd a Szovjetunió egy békés, kulturális, gazdasági, társadalmi fejlődés során le fogja győzni a nyugatot. Tehát van egy ilyen előzménye ennek, hogy a szovjetek tulajdonképpen egy picit enyhébb külpolitikát kezdenek elképviselni. Ugye aztán ami bátorítást jelenthetett még az 1955-ös esztendő, amikor ugye a Szovjetunió kiegyezik az NSK-val, fölveszik a diplomáciai kapcsolatokat, Moszkvába, és ezáltal rendeződik a német-szovjet viszony tulajdonképpen. És hát az 1955-ös osztrák államszerződés, amikor a Szovjetunió kivonja csapatait Ausztriából, és létrejön a semleges független Ausztria. Ugye itt gyakorlatilag elkezdtünk reménykedni, hogy van, talán hogy talán valami változás. Pontosan, tehát ezek, a, ezek az események mind-mind abba az irányba hatottak, hogy 56-ban aztán kitört Magyarországon a forradalom. És valóban ennek egyik közvetlen előzménye az 56 júniusi munkás lázadás Poznányban, amit ugyan a lengyel hadsereg levert, de utána a szovjet kommunista pártnak a vezetőség elutazott Varsóba, és tájékozottak a helyzetről. Ugye ott az történt, hogy Bierut volt az a lengyel vezető, akit a lengyel rákosinak szoktak mondani, tehát a terror eszközeivel irányította az országot abban az években, és a munkások egy kicsit könnyebb helyzetbe szerettek volna kerülni, és az általuk nagyon szeretett gomulkát szerették volna a főtitkárnak megválasztani a lengyel kommunista párt élére, és ehhez hozzájárultak a szovjetek, egyetlen egy feltételük volt, az pedig az, hogy a Lengyelországnak a Varsói Szerződésben továbbra is ben kell maradni, és a természetesen a szovjet tömbhöz kell tartoznia továbbra is Lengyelországnak, de ez volt, ez volt az ára annak, hogy aztán Lengyelországon belül azért elindulhatott egy olyan folyamat, ami egy kicsit emberarcúbbá tette a szocializmust, a terrorral leszámoltak, a személyi kultussal leszámoltak, és egy picit élhetőbbé próbálták megtenni a lengyel nép számára is a szocialista évtizedeket. Ez a köz egyik közvetlen előzménye egyébként a magyar forradalom kitörésének. Ezek az előzmények, aztán megtörtént a baj, hogyha mondhatjuk így kitört a forradalom, milyen hatásai voltak aztán ennek mondjuk a szomszédos országokban, vagy akár messzebb is. 1955. október 23-án kitör a forradalom, és egyébként ez épp annyira meglepi a Szovjetuniót, mint az Amerikai Egyesült Államokat. Ugye, hogyha a szovjet oldalról nézzük meg, október 23-án, amikor a forradalom kitört, akkor a Szovjetunió egyértelműen egy katonai megmozdulást hajtott végre, és ugye bevonultak Budapestre a szovjet tankok. Nem gondolták, hogy ekkora a probléma, éppen ezért gyalogság, illetve hát különböző kísérletet nem tettek mellé, ezért fordulhatott elő az, hogy egyébként ugye az utcán utcai harcok törtek ki, és hát voltak olyan tankok, amiket ugye elfoglaltak a felkelők. Az AVH a tömeg belőtt, tehát egy nagyon kaotikus állapot alakult ki. Ugye a diplomáció oldalról vagy nemzetközi oldalról megvilágítva, az első időszakban egyébként a szovjetek arra törekedtek, hogy valamilyen módon rendezzék ezt a konfliktust. Ugye megpróbálták ezzel a katonai intervencióval, látszott, hogy itt azért problémák vannak, <coughs> ugye nagy imelet közben a miniszterelnök, és ne felejtsük el, hogy ugye Kádár János lett akkor már a magyar pártnak, a kommunista pártnak a főtitkára, aki a forradalom első napján egy Nagy Imrével együtt dolgozott, illetve munkálkodott. És a Szovjetunió tulajdonképpen október 28-29-e környékére visszavonta ezeket a csapatokat, és egy tárgyalásos rendezést próbált meg előrevetíteni. Azt szerették volna, hogyha Magyarország ugyanazokat a feltételeket elfogadja, mint egyébként Lengyelország tette ugye azon év nyarán, és éppen ezért azt javasolták Nagy Imrének, hogy maradjon benne a Valsói Szerződésben Magyarország, legyen továbbra is tagja a szovjet tömnek és ezért cserébe Nagy Imre, ugye miniszterelnök lehet, és tulajdonképpen egy belső stabilizációt, illetve hát egy belső enyhülést tudnának véghez vinni. Azonban tudjuk azt, hogy a forradalom követelései nem ezek voltak, hiszen a forradalom, amikor kitört, ott egyértelműen demokratizálódási folyamatról volt szó, egyértelműen arról volt szó, hogy Magyarország váljon ki a Varsói szerződésből, és Nagy Imre, mint a forradalmi miniszterelnök, ezeket az elveket képviselte is, éppen ezért október 30-án, 31-én gyakorlatilag, és aztán november a nagy felhívásával az ENSZ-hez fordulva kinyilvánította Magyarország semlegességét és a Varsói Szerződésből való kilépését. Ugye elkezdődtek a tárgyalások, és reménykedtünk, hogy talán tényleg nagy változás lesz, azonban a szovjetek meggondolták magukat, és hadüzenet nélkül aztán háborút indítottak Magyarország ellen. Miért nem volt mondjuk olyan ország, környező ország, mi lehetett ennek az oka, hogy mondjuk nem segítettek hazánknak, annak ellenére, hogy egyetértettek ugye, mind a felkeléssel, mind pedig a mozgalommal? Így van, ugye az Amerikai Egyesült Államokról keveset beszéltünk, ugye ekkor Eisenhower az amerikai elnök, és tulajdonképpen egy nagyon komoly propagandát folytatnak annak érdekében, hogy a keleti tömb váljanak függetlenni, függetlenítsék magukat a szovjet elnyomás alól. Ez az egész egyébként propaganda volt, és itt mutatkozott meg elsősorban, tehát legalább annyira kellemetlen volt ez a helyzet az Egyesült Államoknak, hiszen ő nem avatkozott be. Értelemszerűen nem avatkozott be, hiszen a két tömb egymásnak feszült, mind a kettő atomhatalom volt, tehát ebben az időszakban nem volt realitás egy fegyveres összeütközés, egy egyébként a két szuperhatalom között ezért mondhatjuk azt, hogy ez a forradalom nemzetközi szempontból vizsgálva sajnos ki lehet azt mondani, hogy nem volt esély ennek a forradalomnak, hiszen az Amerikai Egyesült Államok nem avatkozott be. Más kérdés, hogy egyébként tehetett volna különböző gazdasági vagy egyéb szankciókat, mondjuk a Szovjetunió ellen, de azt sem tette meg. Ugye ennek nyilván van egy másik oka is, hiszen közben kitört a szuezi válság, a szuezi csatornáért folytatott hát konfliktus Nasser egyiptomi elnök, illetve az izraeli, brit és francia koalíció között. Ez elterelt egy kicsit a figyelmet Magyarországról, de az sem igaz, hogy egyébként miatt nem avatkoztak be, nem volt realitás az amerikai beavatkozás, tehát éppen ezért Amerika is egy nagyon kellemetlen helyzetbe került, hiszen propagandában azt hasogta, hogy valóban függetlenné kell válni, és hogy minden nyugati segítséget megadnak ehhez képest, egyértelművé tette egyébként a szovjetek számára is, hogy nem fog beavatkozni, és hát ugye mivel a szovjetek megtudták azt, hogy mi demokratizálódni szeretnénk, illetve hát nagyimre Imre kimondta ezeket a szavakat, illetve a semlegességi Kinyilatkoztatást ezt követően, ugye november 4-én megindították azt a katonai intervenciót, amivel tulajdonképpen 60 ezer szovjet katona megszállta Magyarországot, és ugye ezt követően aztán nagyon sokakat kivégeztek, és a későbbiek folyamán is folytatódtak még perek. Egyetlen utolsó kérdése maradt már csak idő. Több mint 2000 magyar ember halt meg, és több mint 200 ezeren hagyták el az országot ebben az időszakban. Ha ennek a tükrében nézzük, akkor ma a mai történelemre, vagy akár a mai gazdaságra milyen hatásai vannak ennek a forradalomnak? valóban több mint 200 ezer honfitársunk hagyta 1956-ban Magyarországot. Egyébként itt lehet azt elmondani, hogy Amerika talán mondhatjuk azt, hogy lelkiismeret furdalásból egyébként nagyon sok ilyen politikai menekültet befogadott, több mint 40 ezeren leltek új hazára az Amerikai Egyesült Államokban. Ami a forradalom talán legfontosabb hatása volt az az, hogy Megmerem kockáztatni, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után, utáni időszakban most jött el először az a pillanat, amikor Magyarország nemzetközi megítélése az egyértelműen pozitívvá vált, és a kis magyar nemzet, aki ugye mert harcolni és bátor volt harcolni a nagy Szovjetunió ellen, ez óriási elismerést vívott ki egyébként a világ számos pontján, és láthatjuk azt, hogy azok az 56-os magyarok, akik egyébként akkor elhagyták Magyarországot, új hazára leltek Nyugat-Európában, Amerikában, és ma is egy élő kapcsolatot jelentenek egyébként Magyarország és a többi környező, vagy akár a tengeren túli államok között, amely kapcsolat nem csak kulturális kapcsolatok, hanem élő gazdasági kapcsolatok is tudtak lenni. Rengeteget tudnánk még beszélni erről a témáról. Remélem, hogy jövőre majd lesz lehetőségünk arra, hogy egy picit más aspektusból is megközelítsük a forradalom és szabadságharc történéseit. a Gármester úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Van, aki személyesen élt át a forradalom borzalmait, például Büki Lajos, Győrváros díszpolgára. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 1956. októberében Sokoró Pátkáról Győrbe költözött, és itt ismerkedett meg Török Istvánnal. Hogyan indult az önök kapcsolata? Hát a vagongyárba dolgoztam, a központi szerszámüzembe voltam Marós. A Győri Eto atlétikai szakosztályába jártam edzésekre, és Hát elég fáradtságos volt a beutazás, úgyhogy úgy döntöttem, illetve döntöttünk egy tanító képzőbe járó sokoró pátkai gyerekkori barátommal, hogy beköltözünk Győrbe, albérletbe. Neki is könnyebb lesz a tanulás, ő akkor negyed éves volt már, és <kül> itt történt az, hogy a Rózsa Ferenc utca 49-be költöztünk, és ott találkoztunk azon a napon a Török Istvánnal és annak egy sárvári barátjával, mert ők onnan származtak. Ők is a vagongyárba dolgoztak. De ugye váltott műszakba jártunk, én atlétizálni jártam szabad időnbe. tehát lényegében a forradalom előttig nagyon nem is találkoztunk. Csak ott aludtunk a albérleti szobánkba, és néha azért összefutottunk, akkor pár szót váltottunk, de egyébként különösebb kapcsolat nem volt közöttünk. Mikor lett akkor szorosabb ez a kapcsolat? Hát ugye mint egy jó három hét múlva elérkezett a forradalom ideje. Török István, aki eh, honvéd alhadnagy volt, mert a 50-es évek elején a Kossuth Tüzértiszti Akadémiát végezte el, és alhadnagy rendfokozatba avatták föl. De már, egy napig nem szolgált a néphadseregbe, a bíróságon kiderítették, kinyomozták, hogy milyen körülmények voltak ott, és azt derítették ki, hogy a nehezen kezelhetősége miatt történt az azonnali leszerelése. Tehát itt történt az, hogy aztán később ugye a, a tanult szakmájába, az esztergális szakmába helyezkedett el a győri magyar vagon és gépgyárba. Hogyan kapcsolódtak be a forradalom eseményeiben? Török Istvánt én egy igazi, nagyszerű magyar embernek ismertem meg, a, a rövid ismeretségünk ideje alatt szerette a magyarságát, szerette a hazáját, és hát végül is úgy kapcsolódott ő be, hogy amikor meghallotta, hogy Budapesten forradalmi események zajlanak, ő akkor bement a Győri hadkiegészítő parancsnokságra jelentkezni, mint tartalékos állományba levő katonatiszt. De ott mondták neki, hogy nem tartanak igényt a, szolgálatára. Ő ezt azzal indokolta, hogy amikor őt leszerelték, akkor felhívták a figyelmét arra, hogy bármikor, ha Magyarországon rendkívüli esemény történik, akkor ő köteles jelentkezni. Hát itt történt, hogy őt ott elutasították, viszont a Győr városába akkor már beindultak a forradalmi események. Ugye a munkások, a gyárakból, ahogy 25-én délután két órakor jöttek ki, akkor már mindjárt csapatokba verődtek, a belvárosba, meg hát a, a, az iskolákból, középiskolákból kijövő diákok verődtek csapatokba, és gyülekeztek a belváros utcáin, terein. Miért tartotta fontosnak, hogy ön is bekapcsolódjon az eseményekbe? Hát ugye, a forradalomnak a, az első, mondhatnám, legfontosabb járszava az volt, hogy az idegen csapatok hagyják el Magyarországot. Mert a magyarságnak az a vágya, hogy szabad, független Magyarországban élhessen. És ez azt hiszem mindenkit megszólított. Biztosan állíthatom azt, hogy még akik. Az akkori pártnak a tagjai voltak, még, még azokat is. Azok közül is nagyon sokan már az első napon odálltak a forradalom elé. Hát így történt, hogy a török István nagy szerepet vállalt az eseménybe, én vele együtt laktam, és ilyen értelemben szinte éjjel-nappal együtt voltunk, és én is részt vettem az eseményekbe. Ehhez azért nagy bátorság kellett. Nem gondolt soha arra, hogy inkább kiszállna az egészből, és nem folytatja? Valahogy nem jutott eszébe az embernek. Akkor annyira feltelítődött, felfűtődött a hazafias érzéstől. Hogyan élték meg egyébként ezeket a napokat? Hogyha most így visszaemlékszik, akkor mi az, ami, amit élnek most is otthon a szívében? A tenni akarás, tehát azért, hogy, hogy Magyarország szabad ország legyen, független ország legyen, ez a vágy motiválta az embert, és nem is érzett fáradtságot, mert hiszen ét nappal együtt csináltuk. A bátorságnak azonban sajnos büntetés lett a vége, ugye 12 évre ítélték el ezekre az évekre, hogy emlékszik vissza? Hát nem volt könnyű, de én nem is csináltam belőle tragédiát akkor se, meg azóta se. Valahogy tudomásul vettem, hogy a sors ezt akarta. Hát milyen érdekes az, hogy, hogy a forradalom előtt három héttel költözöm be Győrbe. Nem tudom, mi lett volna, mi történt volna akkor, hogyha nem vagyok győri lakos. Ha otthon marad sok Urópai. Igen, igen. Tehát ha akkor nem döntök úgy, hogy én beköltözöm Győrbe. Nem tudom, mi történt volna, de így, tehát ezt elfogadtam mindig a sorstól, hogy a sors akarta így, hogy én akkor költözöm be és győrbe, és ismerjem meg Török Istvánt. Az a börtön évek alatt is így volt egyébként? Tehát így értem benne ez? Igen, igen, Hogy semmit nem bánt meg? Minden, igen, Minden igen. úgy volt helyén való ahogy volt? Igen. Egyébként érdekes módon abban az időben valahol a kezembe került egy, egy könyv, egy ilyen filozófiai könyv, ahol szerencsémre olyan, olyan szép megfogalmazott gondolatokat sikerült olvasnom, például az epikúrusi bölcsességről, hogy sosba való belenyugvás a lényege, tehát, hogy a sors ellen nem tehetünk semmit, legokosabb, ha azt elfogadjuk, és abba belenyugszunk. És ahhez tartozik még az indulatoktól való mentesség is. Végezetül egy picit vidámabb, hogyha lehet így fogalmazni, témával zárjuk a beszélgetésünket. 2007-ben választották Győrváros díszpolgárává. Ez egyfajta visszaigazolás volt akkor, hogy, hogy tényleg helyesen cselekedett 1956-ban? Hát nagyon jól esett, természetes, és mindig, mindig hát hálát érzek ezért, hogy a, a sors ilyen örömben is részesített, de én mindig azt szoktam mondani, meg voltak barátaim, akikkel a börtönben ugye sokat évődtünk, és hát filozofáltunk is, tehát megfogalmaztuk azt, milyen fiatal srácok, mert igaz, hogy nem volt mindegy, hogyha valaki már házas ember volt, tehát nálunk idősebb generáció, akiknek esetleg kisgyerekeik voltak otthon, meg hát a feleséget is ugye féltették. Nekünk szerencsénkre ilyen nem volt, hogy, hogy a családhoz kötöttünk volna. És azt fogalmaztuk meg, hogy mi nem azért vettünk részt ilyen kemény eseményekbe, hogy mi azért érdemeket szerezzünk. Tehát tulajdonképpen nem volt soha olyan vágy az emberben, hogy különös megkülönböztetést kapjon az ember azért, mert részt vett az 56-os eseményekben. Igaz, hogy, hogy hát nem csak a diszpolgárságot, hanem azon kívül több más minden elismerést is kaptam, kaptunk, de mondom, soha nem az vezérelt a, az életpályámon, hogy én megkülönböztetve legyek ezért. Köszönjük szépen, Lajos bácsi, hogy elfogadta a meghívásunkat, és nagyon sok egészséget kívánunk önnek. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és örültem, hogy elbeszélgethettünk. Kedves nézőink, köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak, töltsék kellemesen az estét és a hétvégét a viszontlátásra. műsorvezetőt a mélyó csix és a rúzs öltöztette. Rúzs, stílus, divat, elegancia. A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.